16. alkalommal hívta fel a figyelmet a mellrák megelőzésére a napfény rákbetegek és hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete. A rózsaszín séta hétfőn egy rövid ünnepség után a Megyaszai házból indult. Az idei program különlegessége, hogy az Országos Rákszövetség jóvoltából egy kisfilm is készül a Dél-Zalai Egyesület munkásságáról. Az idén 22 éves egyesület minden évben személyes küldetésének érzi, hogy a mellrák elleni világnap alkalmából megrendezze figyelemfelhívó programját. Ebben az időszakban nem csak Nagykanizsán, de Budapesten és több vidéki városban is elindítják a rózsaszín sétát. A Kanizsai Egyesület hétfői rendezvénye több szempontból is különlegesnek számított. Bennünket megtisztelt a Rákszövetség, hogy egy fotós küldött hozzánk, mert 33 éves lesz a Rákszövetség, és készít rólunk is egy kis filmet, amit majd ott a rendezvényen fog levetíteni. Mi mindig úgy érezzük, hogy a reményt nem adjuk föl, meg a napfény az mindig akar világítani, amerre megyünk, mert ugye mi érintettek vagyunk, és 22 éve dolgozunk együtt idézőjelesen, hogy mi tovább éljünk, és a prevenciót tudjuk mindenkinek átadni. Karosi Lászlóné hangsúlyozta, a közösségépítés és az ünneplés mellett természetesen a megelőzésre való felhívás a program legfőbb célja. Így nem csak az idősebb korosztálynak, de a fiataloknak is ajánlottak a rendszeres szűrővizsgálatok, hiszen ha időben észreveszik a betegséget, sokkal nagyobb a gyógyulás esélye. A nők általában emlő daganattal küzdködnek, és a fiatalabb generációnak is felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szűrővizsgálatok mennyire fontosak. Nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is menjenek két évente vizsgálatra, a 40 és 60 közöttiek pedig évente járnak szűrővizsgálatra. Az egyesület elnöke hozzátette, tapasztalataik alapján elérik céljukat a megmozdulásaik, hiszen a kanizsai szakorvosoktól rendre azt az információt kapják, hogy egyre többen igyekeznek odafigyelni a betegség megelőzésére.